Jó éve zártak a magyar gazdák, idén a tavaszi fagykár megkímélte a hazai almaültetvényeket. Az elmúlt 5 év átlagához képest 30%-kal kevesebb alma termett Európában, a magyar gazdák azonban tudták hozni a tavalyi termés átlagot. Magyarországon és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében inkább a termőterület csökkenése jelentett problémát. Az a tendencia, ami 10-15 évvel ezelőtt megindult a magyar almaültetvényekben, az tovább folytatódik. 2001-ben még 40 ezer hektár almaültetvény volt Magyarországon, 2017-ben a felmérések alapján már csak 25 ezer hektár almaültetvény van, és hogyha ezt a trendvonalat meghosszabbítjuk, az azt jelenti, hogy 10-15 év múlva olyan kritikus szint alá csökkenhet a magyar, és ebben beleértve ugye a szabolcsi alma termesztést, hogy akár csak export almára hagyatkozunk majd a saját piacaink ellátásában. A szakemberek szerint ennek egyik oka, hogy nehezen tudja felvenni a versenyt a magyar gazda a külföldi, szövetkezetekbe tömörült termelőkkel szemben. Így nehéz bekerülni az áruházráncok polcaira, de a tőkeszegénység is rontja a helyzetet. A gazdákat a kormányzat is segíteni a jövőben támogatással és termelői együttműködések ösztönzésével is. Olyan új termeléshez kötött támogatási formákat kapnak az almatermelők is, amelyek hektáronként attól függően, hogy intenzív vagy nem intenzív ültetvény, de reményeink szerint akár 120 ezer egy intenzív ültetvény esetében, vagy 70 néhány ezer forint pedig egy tradicionális ültetvény esetében pluszban járul hozzá a termelés biztonságához, és ne feledkezzünk meg arról, hogy jelenleg is zajlik a vidékfejlesztési program kertészetet érintő pályázatainak elbírálása, legyen szó ültetvénytelepítésről, kertészeti gépről vagy hűtőház létesítéséről. Soha korábban nem látott mértékben áll forrás rendelkezésre a gyümölcságazat technológiai fejlesztéséhez forrás. A termelők szerint nehéz a piacon érvényesülni, az idei jó termés ellenére olcsón tudták csak eladni a gyümölcsöt. További probléma, hogy a támogatást azok is felveszik, akik csak papíron termelnek. Vannak olyan elhanyagolt ültetvények, amelyek még mindig támogatás alatt vannak, és én nagyon sokat mértem, nagyon sok földet mértem, annak idején az AKG előtt, mikor beindult, illetve szaktanácsadóként is látom, hogy még mindig olyan, vannak olyan területek, amelyeket nem kellene támogatni, mert ez elveszi a pénzt, az intenzív. Ugye a legnagyobb probléma a pénzforrás, és hogy egy új ültetvénynek a telepítési költsége akár 10 millió forintot is meghaladhatja, egy egyetemi égháló esőfólia, és elveszi a pénzt ezek a régi ültetvények, és nem csak régi ültetvények, hanem nagy térás ültetvények, gondozatlan ültetvények elveszik a pénzt ezektől az ültetvényektől. A felmérések növekedést mutatnak a hazai almafogyasztásban. Jelenleg 12-15 kg között van az éves átlag személyenként. Ezt a gyümölcs népszerűsítésére indított kampányok is segítik, és bíznak abban, hogy sikerül legalább 20 kg-ra emelni.